Szevasztok, srácok, lányok, üdvözöllek benneteket a mai adásban, amiben is a Fotós leszek klubomról lesz szó. Pár napja elstartolt ez a klub, aki követi az e-mail csatornámat, a Facebook oldalamat, vagy esetleg a YouTube-omat, az már tájékozódhatott erről az információról, ami Magyarország első online előfizetéses fotóoktatással foglalkozó klubrendszere. Egy kicsit gondoltam, hogy erről így tüzetesebben beszélgessünk, megmutatom azt, hogy milyen leckékre számíthat az, aki csatlakozik ehhez a klubhoz, milyen egyéb szolgáltatásokkal egészül ki, illetve milyen kezelőfelületet is biztosít a weboldal, és hogyan is néznek ki a tananyagok, úgyhogy tarts velem, hogyha érdekel. Itt van első körben a weboldalamnak a főoldala, ami nem is ígér kevesebbet, mint azt, hogy megtanítalak arra, amire az OKE soha nem fog. Én úgy érzem, hogy az OKE jelenleg eléggé el van maradva, nem éppen a legaktuálisabb és a legtrendibb dolgokat oktatja. Nyilván egyébként az OKE ez egy szuper alapot tud biztosítani mindazok számára, akik még csak most kóstolnak bele a fotózásba, a fotózás alapjait szeretnék megtanulni, esetleg a kamera használatot, egy-két basic alapvilágítást és mindezt, amihez szükség van hozzá. Viszont ahhoz, hogyha ezt egy következő szintre szeretnénk emelni és profi fotóssá akarunk válni, akkor úgy gondolom, hogy az OKE az nem lesz kielégítő, így ennek okán hoztam létre ezt a klubot. Itt olyan leckéket fogunk gorcsó alá venni, mint például hogyan tudsz YouTube-ozni, hogyan tudod esetleg megvágni az első videódat, optikákról esik szó, de menjünk is igazából bele a leckékbe, és akkor mutatom gyakorlatba. Nyilván itt leírtam egy csomó mindent, hogy mi kell ahhoz, hogy profi fotóssá válj, mi az, amit kapsz. Talán a legnagyobb érték az a 9+1 elérhető tananyag, illetve az egész szolgáltatás kiegészül egy Facebook csoporttal is, ahol bármennyi kérdést feltehetsz, személyesen én fogom megválaszolni, így bármilyen elakadásod lenne, lényegében egy non-stop support van mögötted. Itt azon túl, hogy én válaszolok ezekre a kérdésekre, nyilván a közösség többi tagja is tud válaszolni, így egységben az erő alapon, minél hamarabb, minél hatékonyabban választ kapva, minél szakszerűbb emberektől, a csoport ezt kínálja lényegében. Havonta egyszer lesz egyébként egy kitűzött időpont, amikor telefonos konzultációra is lesz lehetőség, ahol 15 percben van mód arra, hogy velem beszélgess, és feltehessd azokat a kérdéseket, amik mondjuk túl intimek, és nem biztos, hogy a csoportban akarod feltenni. Illetve egy klubkártyát is létrehoztam, amihez most már 6 darab partner is csatlakozott, a Microsoft, a Manfrotto, Photoplus, StudioLine, StudioEszközök.hu és az Oasis Computer, úgyhogy lényegében ezeknél a partnereknél 5-10 vagy 20%-os kedvezménnyel tudsz bizonyos fototermékeket vásárolni, így a havi díjadat lényegében, hogyha a fotós felszereléseket fejleszted, akkor majdnem, hogy ingyen is volt. Továbbá kiegészül különböző bónuszokkal is, de mindjárt majd beszámolok azokról is, hogy miről is van pontosan szó. Talán a tananyagok sorában, talán az egyik legnagyobb érték ez az online kiadvány, ami segítséget nyújt neked abban, hogy hogyan tudod felépíteni te is a saját stúdiódat. Én 8 éve foglalkozom fotostúdió üzemeltetéssel, így elég sok mindent tapasztaltam már, egy csomó banánhéjon elcsúsztam, és most lényegében ebben az írásban összeszedtem mindent, hogy mik azok a buktatók és előnyök, amivel egy fotostúdió üzemeltetése jár. Hogyha ilyenben gondolkozol, akkor ez egy olyan hiánypótló szakmai írás, ami azt gondolom, hogy hatalmas segítséget tud neked jelenteni. Tovább haladva, én 9 darab leckét szedtem össze, az első tananyag itt jelenleg az, hogy milyen optikát is vásárolj, ez egy optika kódex, aminek segítségével akár több 100 000 forintot is spórolhatsz, mielőtt rossz optikát vásárolnál meg magadnak. Rendszeresen kapom meg ezeket a kérdéseket, hogy milyen optikát vegyek, és sokszor azt látom, hogy nem is feltétlenül vannak még a kérdezők tisztában azzal, hogy melyik optika nagyjából mire is való, így ez egy ilyen összeszedett annak függvényében, hogy akkor mégis miért érdemes vásárolnod. De van itt lecke a fényformálókról, hisz hogyha még nem voltál fotostúdióban, vagy még csak egy párszor voltál fotostúdióban, és nem vagy túl jártas benne, akkor összeszedtem egy leckét arról, hogy milyen fényformálók, milyen különböző hatásai vannak, és egy modell segítségével ezeket mind végig is mutatjuk, így lényegében a stúdióban már úgy tudsz érkezni, hogy fixen tudod, hogy ezt a fényformálót szeretném használni, mert ennek tetszik a leginkább a fénye. De egyébként tovább haladva itt van Photoshop lecke, megmutatom azt, hogy hogyan tudod megvágni életed első videóját Premiere-ben, további Photoshop leckék, amivel a tempódat tudod gyorsítani, actionok és automatizmusok segítségével,
YouTube-ról szóló lecke, ami azt gondolom, hogy elég hiánypótló így most Magyarországon, és nagyon fontosnak gondolom jelenleg a fotósok körében azt, hogy ne csak mondjuk Facebookon meg Instagramon posztoljanak, hanem ugyanúgy akár YouTube-on keresztül is. Nyilván ennek is rengeteg buktatója van, most már így közel 3 éve YouTube-ozom, úgyhogy megmutatom azt, hogy hogyan tudod a legeredményesebben elkezdeni a YouTube csatornád menedzselését, hogyha erre adnád a fejedet. Illetve van itt fotós PC-ről szó, hogy miért válasz, ez nem egy olyan lecke, amit minden héten elő kell venned, viszont jó esetben 1-2 éven belül egyszer valamikor szükséged lesz rá, és nem mindegy, hogy akkor mondjuk több 100 000 forintot megspórolsz, és mondjuk egy tényleg olyan PC-t veszel, ami a Photoshophoz, Lightroomhoz és a különböző esetleg vágásokhoz szükséges számítógépet felépítésében lesz segítség, vagy lehet, hogy veszel valami nagyon túlározottat, ami nem is biztos, hogy kifejezetten ezeknek a szoftvereknek az előnyeit fogja kihasználni. De van itt egyébként a vágásnak egy különböző szintjére való emelkedés, illetve szó esik arról is, hogy hogyan kerestem 3 millió forintot már a könyvem megjelenése előtt, ami egyfajta vállalkozás ismereti lecke. Ez egy olyan tananyagsor, ami havonta új leckékkel bővül, így a következő lecke a modellpózoltatásról fog szólni, aztán a vakuumtáblákról, majd a card recovery-ről. A card recovery lecke például egy olyan tananyag, amire bízunk benne, hogy soha nem lesz szükséged, viszont mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk elveszted a fájjaidat, vagy éppen meghibásodik a kártyád, bízunk benne, hogy sohasem lesz erre szükséged, de hogyha mégis, akkor egy tök jó támpontot tud nyújtani a klubnak a tananyagbázisa, ahol instant segítséget kapsz majd. A weboldalon keresztül egyébként kifejtem a telefonos konzultációt, illetve a Facebook adta lehetőségeket, 2020-ai Photo Challenge játék is majd kezdetét veszi, ahol a klubtagok feltölthetik a képeiket, és én képértékeléseket írok hozzá, de el is érkeztünk a bónuszok sorába, ahol 2+ tananyaggal fog még bővülni a leckesor, ezeket azonnal el is éri az, aki előfizet erre a klubtagságra. Az egyik az Instagram swipe up, az, hogy mondjuk az Instagram követőidet 10 000 követő alatt hogyan tudod a weboldaladra irányítani, amire azt gondolom, hogy ez egy elég király dolog, illetve Domán Zsoltnak a leckéje, ami vállalkozási ismeretekről fog szólni, hogy hogyan építs fel a vállalkozásodat, mibe is kezd neki ahhoz, hogy egy rentábilis vállalkozást tudj létrehozni. Én azt gondolom, ez egy nagyon hasznos lecke. Illetve kiegészülnek a bónuszok sora egy ajándékszakértői listával, ahol összeszedtem olyan szakembereket, amik azt gondolom, hogy nagyon hasznosak, sminkesek, fodrászok, modellek, stylistok, retusőrök, marketing szakemberek, kiadványszerkesztők, és még sorolhatnám. Úgyhogy ez egy olyan összeszedett, akikkel én általában dolgozni szoktam, és nagyon tiszta szívből ajánlom ezeket a szakembereket, így hogyha valami gyors segítségre szorulsz bármilyen ilyen téren, akkor csak fellapozod ezt a listát, és már is ott van az adott szakember. De ugyanakkor 20% kedvezményt biztosítok minden eddigi fotós leszek tananyaghoz is, amiknek a listáját hamarosan meg is mutatom. Viszont haladjunk szerintem tovább arra a belső felületre, amit eddig még nem igazán láthattál, csak akkor, hogyha már előfizettél a klubra. Bejelentkezve a felületre, ezt láthatod. Itt megtalálod az elérhető tananyagokat, egy linket a zárt Facebook csoporthoz, a klubkártyádat, illetve az adminisztrációs központot, ahol lényegében minden ilyen jellegű jelszóváltoztatás, számlázási változtatás, vagy épp a tagság lemondását meg tudod tenni, de azt gondolom, hogy talán a legizgalmasabb az ugye az elérhető tananyagok sora, úgyhogy nézzük meg azt. Említettem ugye, hogy van ez a 20%-os kedvezmény a fotós leszek tananyagok sorából, és felmerült már kérdésünk, hogy mik is ezek a tananyagok. Hogyha egy ideje követsz, akkor találkozhattál már vele, viszont hogyha nem, akkor itt láthatod, hogy itt vannak akkor mondjuk a megvalósítási fotós workshopnak a videóanyagai, a világítási mesterkurzus, ahol különböző világításokat mutatok meg, Photoshop oktatás, workshop alakásodban, Liquify oktatóanyag, 2 az 1-ben megapak, és sorolhatnám, lényegében ezek azok, amikre 20% kedvezményt kapsz akkor, hogy a klubtag vagy, viszont nézzük a klub tananyagokat. Most nagyjából egy ugyanolyan felület fogad, mint már, amit már korábban láthattál, és szépen fel vannak sorolva az adott tananyagok, annyi a különbség, hogyha most rámész, akkor nyilván innentől kezdve ezeket el is éred. Talán az egyik legbüszkébb erre a kiadványra vagyok, hisz szerintem egy nagyon minőségi munka született. Ezt mutatom is, ez egy ilyen lapozgatós PDF változat, amit mobilról, tabletről, számítógépről egyaránt meg tudsz nézni, nagyon kényelmes. Ez egy közel 50 oldalas kiadvány, ami nagyon szépen összeszedi azt,
hogy hogyan is tudsz fotostúdiót üzemeltetni, rengeteg képpel illusztrálva, hogyha élvezted a Fotom mint Business című könyvemet, akkor azt gondolom, hogy ez sem fog csalódást okozni, milyen technikát vásárol, milyen kiegészítőket, honnan érdemes vásárolnod, milyen háttereket vásároljál, hogyan illeszt föl éppen falra, vagy milyen mobil háttértartót vásárolj, dekorok, amit már említettem, egy csomó menedzsment arról, hogy hogyan tudod ezt az egészet üzletileg felhúzni számokkal, különböző tételekkel. Úgyhogy én ezt egy nagyon szuper kiadványnak gondolom, és az egyik húzó ereje a klubnak ez a tananyag. De hogyha tovább megyünk, akkor itt van előttünk az a 9, amiről már beszéltünk. Hogyha belemegyünk mondjuk az egyik szimpatikusba, legyen mondjuk ez a háttércsere, textúrák és füst, akkor láthatod azt, hogy minden tananyag fel van ide töltve, itt kapásban egy 27 perces leckét láthatsz a háttérkivágásról, akkor a textúra cseréről szintén láthatsz egy 16 perces anyagot, és egy harmadik lecke, ami szintén egy 10 perces tananyag, közel egy órát kapsz nagyjából, ami egy leckét érint, és nagyjából minden lecke azt gondolom, hogy nagyon könnyen és jól fogyasztható, mert nem mondjuk ömlesztve adok oda mondjuk egy-másfél órákat, hanem mindegyik így nagyjából fel van szeletelve ilyen 10-15-20 perces szeletekre, hogy minél könnyebben be tud azt fogadni, meg tud valósítani, és minél gyorsabban tudja ezekkel haladni. Na nézzünk kicsit tovább, ugye ez egy videós lecke volt, viszont egyébként 80%-ban a leckék videós formában készültek, azt gondolom, hogy így tudok a legkönnyebben kommunikálni veletek, és így lehet a leghatékonyabban tanulni. Persze vannak olyan leckék, amik cikkes formában írottak meg, ilyen mondjuk ez a kiadvány, de igyekeztem azért a videók formájában elkészíteni ezeket a tananyagokat. Viszont tudom azt is, hogy nagyon sokan szeretnek olvasni, és nagyon sokszor voltak olyan jelenetek, hogy csak a videó elkészítése után juttattak eszembe kiegészítő gondolatok, amiket pedig akkor ilyen cikk formájában a videós tananyagokat ki is egészítettük. Úgyhogy mondjuk nézzük az első videót Premiere-ben című leckémet, amilyen elég vegyes, itt van videó és van cikk egyaránt, így azt gondolom ennek a feldolgozási ideje azért viszonylag elég hosszú. Itt van például egy 10 perces lecke, különböző Premiere beállítási lehetőségek, lesznek majd különböző színezési lehetőségek, hogyan tudsz minimális animációkat létrehozni, itt hogyan tudsz effektezni, ez mondjuk már egy 16 perces lecke, és itt lényegében minden képes illusztrációval, szöveges és videós illusztrációval úgy van felépítve, hogy a lehető legjobban meg tud tanulni. Itt szintén van egy 10 perces tananyag, és akkor rengeteg kiegészítés arról, hogy mondjuk hogyan tudsz különböző színezési alternatívákat elérni, hogy a legjobb eredményt kapd. Hogyha egyébként tovább megyünk, mondjuk akár itt van egy YouTube lecke, így menedzseld a YouTube csatornád, itt is egyébként egy csomó szöveges kiegészítés van a videókon túl, és úgy gondoltam, hogy így tudom talán a legszélesebb körű tudást átadni számodra. Ez is 3 darab videóból áll, amik darabja olyan 10-15 percesek, úgyhogy közel ilyen 3-4 órás leckéről beszélgetünk ebbe az esetbe is. Nyilván, hogyha elolvassuk a cikkeket és mindent próbálunk gyakorlatban is megvalósítani, akkor ennek a feldolgozása azért jó pár órát, vagy akár napot is elvehet. Ha így tovább haladunk a leckék sorában, akkor mondjuk szívesen megmutatom még neked a Premiere Expert leckémet, amit azért gondolok különlegesnek, mert azon túl, hogy megmutatom azt, hogy hogyan tudsz különlegesebb effekteket létrehozni, speciálisabb színezési eljárásokat, itt mellékelve adok különböző letölthető tartalmakat is, amiket lényegében csak bedobálva a Premiere-be nagyon látványos átmeneteket és színezéseket tudsz elérni, amik egyébként, hogyha külön meg szeretnél vásárolni, már az több 10 000 forintotba került volna, és itt akár mondjuk szöveganimációkat adok mellé, hogy hogyan tudnak beúszni különböző szövegek, illetve hogyan lehet különböző áttűnéseket létrehozni, amik szintén letölthető pakkot adok hozzá, és különböző színezési eljárásokat is mutatok, amik szintén letölthető látszók formájában kiegészítődnek. Úgyhogy ez a lecke, hogyha meg kellene vásárolnod ezeket a kiegészítő bónuszokat, meg ezt a tartalmat, akkor szerintem már csak ez vagy 40 000 forintotba kerülne. Én most így összeszedtem ezeket, és ezen túl itt is természetesen egyébként cikkek formájában kiegészül az ecke, úgyhogy egy elég komplex tananyag központról beszélgethetünk már most, de mint említettem, ezek folyamatosan bővülni fognak, és hogyha tovább haladunk, akkor itt láthatod akár a bónusz leckéket, az, hogy a szakértői listákban kik vannak, illetve
azok sorát, hogy hol is tudod a kedvezményeket megvásárolni. Itt különböző bónuszok lesznek, kuponkódok formájában, és most nem megyek bele, hisz nyilván akkor ilyen formán ez kikerülne, azt pedig nem szeretném. Amit még gondoltam, és fontosnak tartottam elmondani, az az, hogy ugye ez egy előfizetéses klubrendszer, ahová ha csatlakozol, akkor minden hónapban kapod az aktuális leckéket, illetve meg lesz ez a support rendszer, amit már korábban mondtam, és csatlakozni tudsz a közösségünkhöz, stb. Viszont talán itt az embereknek mindig van egy ilyen fenntartása az előfizetéses rendszerek kapcsán, hogy hú, majd hogyan tudom lemondani. Az egész nagyon egyszerű, hogyha bemész a beállításokba itt a tananyagközponton belül, és lényegében, ha ide beléptél, akkor láthatod a számláidat egy helyen, itt tudod módosítani a számlázási adataidat, illetve egyből a fotós lesz a klubtagságodat egy kattintással, lényegében le is tudod mondani. Szóval ezt egy olyan dealnek gondolom, hogyha csak egy hónapra is csatlakozol, akkor is brutálisan megéri, hogyha pedig hosszú távon ezt az előfizetést fenntartod, akkor meg azt gondolom, hogy exponenciálisan még csak magasabb értéket fogsz kapni. Úgyhogy ha úgy ítéled meg, hogy x hónap után már mit tudom, kimerítetted ezeket a leckéket, és már nem tartasz igényt a szolgáltatásra, akkor lényegében egy kattintással le is tudod ezt mondani. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan tudásbázissá tudja kinőni magát, ami egy-két év után egy lekörözhetetlen dologgá fog válni, hisz ahogy nőnek a leckesorozatok, így lényegében már 20, 30, 40, 50 leckét is idővel meg fogsz találni, és célom az, hogy ezek még komplexebb dolgokká fejlődjenek ki, különböző szakelőadókat is fogok hívni, hisz nyilván bízom benne, hogy egy jó forrásból tudsz tőlem tudást kapni, viszont azért vannak olyan dolgok, amikhez én sem értek, vagy nálam sokkal jobban értenek, így nyilván külső szakembereket is fogok alkalmazni a klubba, hogy ők adják át a fotós szaktudásukat. Ha úgy gondolod, hogy neked ez az egész üzleti modell tetszik, szeretnél ténylegesen profivá válni, és olyan trendi leckéket szeretnél tanulni, amiket jelenleg az oktatási rendszer nem tud átadni, akkor remélem, hogy mielőbb csatlakozni fogsz a klubhoz. Amit fontos elmondanom, hogy szerda éjfélig tudod ezt megtenni, utána pedig a klub kapuja bizonytalan időkre zárva marad, úgyhogy ha érdekel, akkor szerda éjfélig csatlakozz. Remélem, hamarosan a klub tagjaim között üdvözölhetlek. Minden jót neked addig is. Szevasztok!